piszkosul ritka, hogyha valamilyen oknál fogva ez egy kitétel az autóvásárlás során, hogy ritka autót szeretnék, olyan, ami kitűnik a tömegből, nem áll belőle ezer meg egy a parkolóban, akkor az Alfa tulajdonképpen a tökéletes választás, mivel 2016-ban a KSH adatai szerint Alfából 16.563 darab futott a hazai utakon, Ladából is sokkal több volt, 51.000, BMW-ből 95.000, de hogy egy igazán populáris márkát említsünk, az Opelből 460.000 darab volt. Kamaszkori emlékek. Ez nem csak az Alfa Romeo-ra igaz, hanem általában minden autóra, ami kölyökkorunkban, kamaszkorunkban hatott ránk, amiről olvastunk az autós magazinokban, láttuk a tévében. Nagyon sokszor ezeket az autókat egyszer az életünk során szeretnénk birtokolni, és nekem is így jött képbe például a 156-os, amit egy korabeli reklám is erősített, amikor Velence befagyott jegén csapott pár kört a 156-os, és ez végül is a maga a reklám képein billogként beleégtek az agyamba. Mélyen magunkban nézve érdekes ezzel szembesülni, ezekkel az apróságokkal, amik a hideg racionális érveken túl befolyásolhatják az autóvásárlást, és befolyásolhatnak minket abban, hogy végül milyen típus mellett döntünk. A márkajelzés. A legtöbb autó emblémájának eredet története érdekes, ott van például a BMW-nek a propellerre hasonlító kék-fehér kerek emblémája, ami eredetileg ugye a bajor tartományi színeknek állít emléket, de mindközül azért az Alfa a legérdekesebb, vagy a legbizarabb, meg a legrejtélyesebb. A két részre osztott kerekpajzs bal oldalán Milánó jelképe található, piros kereszt fehér alapon, a jobb oldalon viszont egy sokkal érdekesebb kép tárul elénk. Egy jól megtermett kígyó éppen falatozik a szájából kilógó emberből, és ez egyértelműen a Visconti család címerére vezethető vissza, aminek keletkezése egy keresztes háborúkra visszanyúló legendából ered. Miszerint Ottone Visconti Jeruzsálem ostroma során kihívott párbajra egy szaracén harcost, akit sikerült legyőznie és megölnie, így elbitorolhatta az ő pajzsán található szimbólumot, és így került az emberevő kígyó Milánóba. Ennek a szimbólumnak a története még mélyebbre nyúlik vissza, az emberevő kígyó ábrázolása több helyen is feltűnik a történelemben, korábban, később ezzel kapcsolatba hozhatóan, vagy ettől függetlenül, de ebben most inkább nem menjünk bele. A lényeg az, hogy Milánóba a Visconti család hozta, és az Alfához pedig egy fiatal tervező a műszaki részlegről, aki épp a villamosra várt a Piazza Castellón, amikor egy tornyon meglátta a Visconti család jelképét, és ez az ötlet végül bekerült az Alfa Romeo-k emblémájába, és ugye stilizált formában, de mai napig ott van ez a kígyó a szájából kikandikáló emberrel. Zseniális formai apróságok. Tulajdonképpen az olasz autókkal szemben elvárás az, hogy legyenek szépek, szenvedélyesek, nézzenek ki másképp, mint egy tucat autó. Ennek az elvárásnak az Alfák általában teljes mértékben megfelelnek, de azért akadnak kivételek, elég csak közelmúltból a Mito-ra gondolni, ami elég megosztóra sikerült. Sokan nem tudtak megbarátkozni a hatalmas, tágra nyitott szemeivel és a duci kis cuki pofájával, amivel tulajdonképpen egyértelműen a női vásárlókat próbálták meghódítani. Pozitív ellenpélda a 156-os. Walter da Silva nagyszerű terve 1997-ben eltért az akkori trendektől, és merészen új irányba indult. A szögletes agresszivitás, amit az előtt 155, illetve a 164 képviselt, az teljesen eltűnt, helyette könnyed és időtlen hangulatot kapott a 156-os, tökéletesen súlyozott, harmonikus üvegből áll össze, ahol kell húsos, ahol kell szálkás, és 20 év után sem tűnik öregnek, de a legjobbak az apró részletei. Hátsó ajtó rejtett kilincsére még ma is nagyon sokan rácsodálkoznak, vagy éppen az első ajtó kilincsére a 60-as éveket idéző nyomógombos szilárd fém kilincs. Igaz, hogy egyáltalán nem praktikus, nyilván nem véletlenül szoktak le erről az autógyártók, mivel nem egy mozdulat kell a kinyitáshoz, nem elég csak magunk felé megrántani a kilincset, hanem ugye be kell nyomni a gombot, ami ráadásul előszeretettel beragad, főleg télen, de a látványért megéri ez a kellemetlenség.
közösség. Több márka körül igen komoly klubélet folyik Magyarországon, de az alfások tényleg külön kategóriát alkotnak. Minden tekintetben itt a legérdekesebb megélni azt, hogy egy azonos márka rajongói vagyunk, és ez nagyon sok téren megnyilvánul az úton történő egymásnak köszönés villogáson túl, a tényleg színvonalas találkozók és egymásnak való állandó segítségnyújtás területén is, ami kiváltképp jól jön akkor, amikor a műszerfal karácsonyfává változik. Megtanít érvelni, hogyha nem alfás, nem olasz autós körökben mozgunk, akkor mindenkitől meg fogjuk kapni a kérdést, hogy miért vettél alfát, miért tettél magaddal ilyet. A válasz pedig egyszerű, vegyél te is egyet, és megtudod.